Lévainé Kovács Róza tájfutóval beszélgettünk az elmúlt időszak nehézségeiről és a most induló versenyeken elért sikereiről. A pandémia időszaka többszörösen átírta a tájfutó verseny naptárakat is, így elmaradt a tavaszi hosszú távú országos bajnokság, csak kisebb versenyek és térképes edzőversenyek voltak. A versenynaptárunkat többszörösen át kellett javítani. A nagyobb létszámot megmozgató bajnokságok például tavasszal lett volna a hosszú távú országos bajnokság, azt nem engedték, hogy a rendezők összehozzák. Nagy öröm volt, amikor már egy-egy kisebb versenyre kaptunk kiírást, meghívást, vagy térképes edző versenyre, már annak is örültünk és mentünk. Nagy bezártság után azért jól esett egy kicsit az erdőben futkározni. Két hete volt a Diák Olimpia országos döntője tájfutásban. Ennek kísérő rendezvénye volt a Mentor Kupa Hódmezővásárhelyen. Szombaton a városban, vasárnap Sándorfalva térségében volt az erdei futóverseny. Igen jó eredménnyel megnyerte a szombati városi futamot Lévainé, aki nagyon sokáig nem indult városi tájfutóversenyen. Aztán edzője Lévai Kálmánnak sikerült rábeszélnie, azóta hozza a sikereket itt is. Nagyon izgultam, mert azért csak nem olyan, amikor hosszabb ideig kihagyunk, akkor csak másabb a verseny, ezért nagy feszültség volt bennem. Próbáltam a rajt előtt egy kicsit lenyugtatni magam, úgy tűnik, hogy sikerült, és igen, jó eredménnyel megnyertem a szombati városi futamot. Annyi az érdekessége, hogy sok évvel ezelőtt, amikor indultak ezek a városi tájfutó versenyek, akkor én óckodtam, én nem akartam. Engem zavart az, hogy ott vannak emberek, nézik, mit csinálok, és én hosszú ideig nem vettem részt ilyen versenyeken, míg a kedves edzőm addig, hogy rábeszélt, és utána kedvet kaptam hozzá, és úgy tűnik, hogy talán ebben még eredményesebb is vagyok, mint a klasszikus régebbi számokban. Vasárnap az eső nehezítette az egyébként is bozótos Sándorfalvi erdőben zajló versenyt, de itt is jót futott, és az ellenfelei is hibáztak, így összetettben is első lett. Nagy izgalom volt a másnap, esett az eső reggel, már ez nehezítette. Egyébként is bozótos, a sok eső után komoly ajnövényzettel bíró terepen az akadályt, de mindig bízni kell magunkban is, meg az ellenfelekben is. Jót futottam, meg az ellenfeleim is hibáztak, és egymás keresztbe verve hagytak engem nyerni összetettben is. Megvolt a bemelegítő verseny, és hamarosan beindulnak a középtávú és hosszú távú bajnokságok. Nyáron Magyarország rendezi a veterán szenior tájfutó világversenyt, melyen Lévainé Kovács Róza is részt vesz. Hamarosan beindulnak a bajnokságok, középtávú és hosszú távú bajnokság. Nyáron Magyarország rendezi a veterán világversenyt, a szenior világ tájfutóversenyt. Egy kicsit összesűrűsödik az őszi időszak is, de majd igyekszem úgy osztani az időm, hogy részt vehessek. De lesznek még kisebb országos versenye is őszig.